Én Zsófia, mint Laci bácsi a maga szakterületén megkerülhetetlen egyéniség. Székesfehérvár két emblematikus személyiségének munkásságát elsőként Pokrovenszky Krisztián méltatta. A Szent István Király Múzeum főigazgatója úgy fogalmazott, mind a ketten megkerülhetetlen egyéniségekké lettek a múzeumnál, számtalan publikációt hagyva maguk mögött. Miután rendkívül olvasmányosan írtak, nem csak a szakma körében váltak népszerűvé köteteik. Kedves Zsófiára nézve pedig mindig hálás leszek azért, hogy fiatal emberként is mindig segített engem abba, hogyan érdemes is kell ehhez a városhoz, annak múltjához, de annak a jelenben megmutatkozó felelősségéhez is nyúlni és viszonyulni. Cserpakovics András a házaspár életútját példaként állította a fiatalok elé. A polgármester elmondta, a hétfői 50 éves jubileumi ünnepség gondolata még Lukács Lászlótól származott, azonban az évfordulót már nem érhette meg Laci bácsi, mint ahogy a kötetének megjelenését sem, aminek kéziratát ugyan még ő készítette, de a kötetet már felesége Demeter Zsófia fejezte be. Lukács László a tőle a rájellemző gondossággal arról a bizonyos A néprajzi forgácsok a Kései szüretből című kötetet Gelencsér József ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Lukács László utolsó kötetének egyik vonulata azt mutatja be, nemzeti nagyjaink miként élnek a nép emlékezetében. A kötetből kiderül például, hogy Csokonai Vitéz Mihály nagyapja Alcsúton volt református lelkész, de szó esik Petőfi Sándor székesfehérvári napjairól is egyebek mellett. Az est második felében Varga Tamás miniszter helyettes köszöntőjét követően Bányai Balázs mutatta be Demeter Zsófia szakmai munkásságát, aki férjével együtt 1974-ben érkezett az egyetem elvégzése után a Fehérvári Múzeumba. Demeter Zsófia itt kezdett el újkor történészként tevékenykedni, majd a Fejér megyei uradalmak történetével foglalkozni, melyből aztán számos tanulmány és disszertáció is született. Életművének különleges darabja a Székesfehérvár történetét bemutató Gelencsér Ferenc fotóművésszel indított sorozata a Székesfehérvár annó. Ugyanakkor, mint Bányai Balázs hangsúlyozta, Demeter Zsófia múzeumigazgatóként is mindig partnerként fordult munkatársaihoz. Munkássága és embersége azonban alapvető tekintélyt parancsolt. Olyan vezető volt, aki a tudományos értékeket szem előtt tartva igyekezett szélesre tárni a múzeum kapuit a szélesebb közönség előtt. Később híradónknak Demeter Zsófia így emlékezett vissza az elmúlt 50 évre. Megtanultam azt, amire vállalkoztam. Ugye egyetemről rögtön ide kerültem történész, és hát természetesen tojáshéjjel együtt érkeztem 50 évvel ezelőtt, és meg nagyon gyorsan és a mély vízben sikerült meg tudni mindent, ami tudható volt a akkori koromban. És érdekes módon valóban úgy rakódik össze a tudás és a gyakorlat egyaránt, mint a hagyma héjai, hogy hát kezdtem nagyon zöldfülűként szorongatva a papírokat, de hát a tanítási gyakorlat is hozzásegített, hogy azért ez az 50 éve végén azért már könnyebben ment. Én remélem, hogy van még ebben egy kis lehetőség ebben az kutatásban. Demeter Zsófia ugyanis a nyugdíjazása után is aktív, hiszen szinte nincs olyan téma, amihez kapcsolódva ne kerülnének elő naponta új források. Ugyanakkor a történész most fordul majd a finisben legújabb kutatási projektjével is, amiben József Nádorról, annak utódjairól, illetve uradalmaikról lehet majd olvasni.